Mint a gyerekek a kézműves foglalkozásokon, olyan élvezettel és izgalommal dolgoztak a felnőttek a Pálházán megrendezett ökumenikus adventi koszorú készítésen. A találkozót idén először rendezték meg Pálházán. Filkeházáról költöztették át a Városi Művelődési Központba, hogy elférjen a sok résztvevő. Nagyon sok faluból vagyunk itt, tehát egy hegyközi projekt az egész, és soha nem voltunk még ilyenen, én nagyon örültem neki, mert szeretek ilyenekkel foglalkozni. Én is tartok játszóház a gyerekeknek, és így legalább tanulhatunk új ötleteket, új emberekkel megismerkedni, és egy jó hagyomány lehet belőle. A találkozón sok gyerek is részt vett, ők is beleszólhattak, mit tegyenek a szülők a koszorúra. Angyalkát, akkor ilyen gyertyát, még ilyen díszeket. A Filkeházáról indult kezdeményezéshez a hegyközből 5 gyülekezet is csatlakozott, így több százan vettek részt a közös koszorú készítésen. Szerintem fontos, igen, mert ilyenkor együtt lehet a család, az egyház közösség. Minden éven itt szoktunk lenni. Most egyre bővül a család és az egyház közösség. Nekem tetszik. A görög katolikusok bűnbánati időszaka november 15-én kezdődik. Ők 6 gyertyát tesznek a koszorúra, s ezért is szervezték ekkorra a találkozót. A főszervező filkeházai parókus minden hegyközi felekezetet megkeresett, így alakult ki a több száz fős karácsonyi ünnepre készülő tömeg. Az egyik szerep az, hogy a családok találkozzanak egymással, a hasonló gondolkodású emberek, illetve az is, hogy a felekezeteket, a különböző gyülekezeteket, a római katolikus, görög katolikus egyház az egyértelműen együttműködik mindig, de így a protestáns egyházakat is megszólítottuk, amúgy is nagyon jó velük a kapcsolat, de így több család onnan is érkezett, és így gyakorlatilag valóban egy ökumenikus adventi koszorú készítés valósult meg. A találkozón a résztvevők megkóstolhatták a híres filkeházai derejét, amelyhez egy népi babona is kapcsolódik a faluban. Karácsony előtt, ahol volt eladó lány a családba, ott derejét főztek, és neveket raktak bele, fiú neveket, és amelyik dereje előbb feljött, az abban levő név volt a vőlegény a következő évben. Az elkészült koszorúkat, mielőtt azokat a családok hazavitték volna, közösen imádkozva megszentelték. Megáldatnak is, megszenteltet nekem e adventi koszorút, a Szentlélek kegyelmével, se szentelt vízzel való megkintés által, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.